Bárósina György közösségi ház, hónapok óta ezen a néven ismerhetjük az egykori közösségi házat, amely az átszervezés óta egyre több kulturális rendezvénynek ad otthont. Sólyom Anna a művelődési ház igazgatója köszöntötte a látogatókat a felvonási tünetek színjátszó műhely előadását megelőzően. Burzsa Katályék a Shakespeare év apropóján mutatták be pódium előadásukon Shakespeare líráját bő egy órában. Ne nyújtsd a jajt, ne nyögd a bajt, ha kény a olykor elfog, még nyár virincs a lom kihajt, a férfi úgy se lesz jobb, ne sír leány a férfi, egy kefürge, fürge, pörge, csak vállat vonj, ha bánat ég. Feltáncra körbe-körbe. A nagyértelmű Shakespeare-t leginkább drámáiról ismeri, miközben jelentősek szonettjei is. Ezek közül több mint másfél százat ismerünk, ezek az információk is elhangzottak az előadás során. Kérdezni sem merem féltékenyen, hol jársz, s miért? Semmit se gondolok. Legfeljebb sóhajt rabszolga szívem, hogy akikkel vagy, milyen boldog. Kérdezni sem merem féltékenyen, hol jársz, s miért? Semmit se gondolok. Legfeljebb sóhajt rabszolga szívem, hogy akikkel vagy, milyen boldogok. Hogy boldog ez a szív, hogy bár teszel egyes mást, rólad rosszat nem hiszel. Oly bolond ez a szív, hogy már teszel egyet mást, rólad rosszat nem hisz el. Szépségszerelem, az idő múlása és a költészet, ezeket a témákat érintik a szonettek, melyekből a színjátszó műhely szemezgetett. Oh, változ, s lelkem veled változik. Szeretetnél szebben lakjék a dű? Légy, mint a külsőd, szíves és szelíd, vagy legalább magadhoz jó szívű. Nem utódot, szívem is kér, hadd éljen szépséget tovább, benned s a tiédben. Az előadás különlegessége volt a zenei kíséret Szakály Szilvia hegedűn, Molnár Nék Arafa Zsuzsa pedig Brácsán játszott.